Sziasztok! Ma készítek egy káposztás cvekedlit, vagy más néven káposztás tésztát, amihez egy másfél előkanálnyi olajat beleraktam ebbe a nagyobb serpenyőbe, és hozzá fogok még önteni két evőkanálnyi kristálycukrot, és ezt hagyom, hogy karamellizálódjon. Közben elmondom, hogy a fenyes káposztát a sajtra szelő nagyobbik lyukú részén lereszeljük, és ezt fogjuk majd rárakni a karamellizálódott cukorra. A cukrot nem kell kevergetni, szépen hagyjuk, amíg eléri ezt a aranybarna színt, és utána fogjuk rárakni a káposztát, amivel össze fogjuk párolni. Amint látod, ugye a cukor az karamellizálódni kezdett, és ráteszem akkor a reszelt káposztát. Káposztát összekevertem a karamellizált cukorral, ráteszek egy kávéskanálnyi fekete borsot, persze őrölt borsról beszélünk, és egy teáskanálnyi sót, de aztán a végén majd, amikor már megpárolódott a káposzta, ezt utána tudod ízesíteni, mert valaki cukrosabban, valaki sósabban, valaki borsosabban szereti, ezt mindenki maga dönts el, és alacsony lángon, hát egy legalább 25-35 percig pároljuk káposztát, utána pedig egy kicsit megpirítjuk. Már felraktam a kockatésztának főni a vizet, ugye szokásos módon egy csipet só, kevés olaj, és felforralom a vizet, majd kifőzöm benne a tésztát 7-9 perc alatt, és leszűröm róla a vizet. Thank you.